Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon 2023. április 1-én. Ez az új világrend hírek az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal főként a chat GPT-vel fogunk foglalkozni a mesterséges intelligenciával, amelyel szerintem mostanra már mindenki ilyen vagy olyan formában kapcsolatba került, kipróbálta ezt az interneten. Mik az előnyei ennek, mik a hátrányai, milyen következményekkel is jár majd, ennek a technológiának a közeljövőbeni fejlődése. Emellett lakhatási problémákat is meg fogjuk nézni a rezsicsökkentésnek a gondjait és kihívásait. A fenyegető gazdasági válság lesz a következő téma, ami ugye nem is annyira fenyegető, mint valóság mostanra. Végül pedig rátérünk a gender vagy gender őrületre, néhány hír erejéig mielőtt neki kezdenék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Qubit.hu, cikkével fogjuk kezdeni. Retteghetnek az adószakértők, a szinkron szövegírók és a matematikusok nyakukon a chat GPT. Az OpenAI elemzői arra világítanak rá, hogy szerintük a munkakörök, a mai munkakörök 80%-ának a jövőjét is alaposan befolyásolni fogja majd a mesterséges intelligencia. Erről már számtalan videóban beszámoltunk az infobaba a Yahoo -a útja, csatornákon, a Youtube-on különösen, hogy ez a nap közeledik, amikor a mesterséges intelligencia szinte a teljes internet tudás anyagával felvértezve át fogja alakítani a világot és a munkaerőpiacot természetesen azzal együtt. Félelmetes az emberszerű beszélgetések, melyeket ezek a chatbotok képesek most már az emberekkel folytatni. Képesek lesznek átvenni mintegy 10%-át a feladatoknak, ez nagyjából a 80%-át érinti a munkaköröknek, de a munkakörök 19 vagy 20%-ánál akár a felét is átveheti majd ez a technológia. De megneveztek néhány olyat, ahol 90% feletti az átvett feladatoknak a mennyisége, ez az irodai ügyintéző, a nyomdai korrektor, a bloklánc fejlesztő, bírósági tudósító, szinkron felirat készítő például tartozik ebbe a kategóriába. 100%-os kategóriába esnek, most mindenki az adószakértő, a kvantitatív pénzügyi elemző, a matematikus, író, hírlapíró, hírekre szakosodott tudósító, jogi és administratív asszisztens, Egészségügyi adatrögzítő, klímapolitikai elemző. Ezek pontosan azok, amikről oly sokszor már beszéltem, ami tologatja ide-oda a papírt, csak azért van ott, mert a gazdaság lehetővé teszi. Ezeket át tudja venni könnyű szerrel. A mesterséges intelligencia nem azt mondom, hogy ez holnap lesz, vagy holnap után, de fel kell készülnie mindenkinek arra, hogy az új világrend az egy egészen másfajta életformát képzel el számunkra, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Az, aki nem tesz hozzá semmit, ami emberi, semmi humán, sajátosság nem kell a munkához, azok el fognak szépen lassan tűnni. Legtovább megmaradnak majd azok a munkakörök, egyrészt, ahol nehéz helyettesíteni a gépeket, másrészt pedig az, ahol az ember hozzáadott személyisége nagyon fontos azt nem igen lehet csak egy generáció alatt lerombolni. Természetes az, hogy a következő generációt nem nagyon érdekli már az ember, úgyhogy ez is elképzelhető a közeljövőben, de egyelőre még azok talán biztonságba érezhetik magukat. Programozók, webfejlesztők szinte a kezdettől fogva fenyegethely érezhetik magukat, de az iskolai házi feladatok eszék beadandó dolgozatok is értelmüket veszthetik a mesterséges intelligencia algoritmusokkal operáló társalgó alkalmazások miatt, hiszen képes lesz ez az úgymond gép elkészíteni ezeket az írományokat, vagy beadandókat, eszéket, dolgozatokat, és leellenőrizni azt, hogy azt ember írta, vagy a chat GPT, vagy bármi más mesterséges intelligencia, Megint csak egy valamilyen szoftvernek a meglétét fogja majd igényelni. De a szoftvert elő tudja állítani maga a mesterséges intelligencia. El fogunk jutni oda, amiről a Matrixban szó volt, hogy gépek gyártják a gépeket, hiszen sokkal gazdaságosabban létre tudják majd ők hozni ezt. Arról nem beszélve, hogy jobban is. Egy másik cikkben itt a Kubiten arról beszélnek, hogy az ELTE természettudományi karának oktatója Sziklai Péter és a korábbi dékánja elmondta, hogy a chat GPT alkalmazást az két hónap alatt 100 millióan regisztrálták, és ezzel minden közösségi média platformot lepipált. Két hónap alatt 100 millió ember szerette volna kipróbálni. Részleteket nem nagyon tudok ezzel kapcsolatban, de egy érdekességet itt találtam. A chatbottal folytatott kommunikáció során azt is figyelembe kell venni, hogy az nem egy online keresésnek az eredményeit listázza, hanem elvileg a korábban betanult információk alapján állítja össze válaszát, ez a korábban ez 2021-ig érvényes. Nem csak kulcs szavak alapján válogat releváns találatokat, hanem a szöveg elemei közötti kapcsolatot is értelmezi, amire nem képes, ugye itt a Google keresője legalábbis szerintük. Már az eltén azon gondolkoznak, hogy mielőbb és mi hamarabb megfelelő szabályozást kell végrehajtaniuk ahhoz, hogy ez ne okozzon káoszt az egyetemet. Ugyanis ha elkezdik használni a diákok arra, hogy az eszéket, beadandókat megírassák vele, akkor utána gyakorlatilag szükségtelenné válik az oktatás. Úgyhogy egy, egy, az új világrend az valóban egy új világrendet fog elhozni. És a tudás valami egészen mást fog jelenteni, mint amihez mi hozzászoktunk. Lukács András elmagyarázza, hogy hogyan működik ez a chat GPT, már hogyha valaki képes felfogni azt, amiről beszél, 500 milliárd tokenen tanították be, úgy, hogy a Wikipédia mindössze 3 milliárd ilyen tokent tartalmaz, ami a szónál kisebb, de a karakternél nagyobb nyelvi egység. Az elemek származhatnak könyvekből, cikkekből, fórumokból is, ahogy az a ChatGPT tanulásához használt nyelvi korpuszában is megfigyelhető. Ők még ott tartanak, hogy a hangsúly a közös munkában van, a célt pedig mindenképpen az emberek határozzák meg, és a mesterséges intelligencia bevonása csupán abban segít, hogy egy-egy feladatot felgyorsítsunk, például sokkal gyorsabban tud szöveget fordítani, több időnk marad a szöveg ellenőrzésére. Az emmi lehet a kész munkának a lektora is. Nem feltételezem, hogy az emberek többsége fel tudja dolgozni, hogy milyen súlyos ez a chat GPT probléma. Amennyiben eljutunk arra a pontra, hogy a számítógép vagy a mesterséges intelligencia, de hívjuk úgy, hogy ez a technológia képes lesz majd egyetlen pillanatban az egész internetet átfürkészni, hogy megadja a választ, és ezt korlátlan felhasználói ponton meg tudja majd tenni. Azt hiszem, azt nevezhetjük úgy, hogy szingularitás, amiről oly sokat beszéltek, majd lehet, hogy a jövőben még erre is ki fogunk térni. Ha minden műveletet, amit az interneten végeznek egy pillanatban ez a rendszer képes lesz feldolgozni, az gyakorlatilag egy nagy agy lesz, ami az egész világot áthálózza, meg behálózza, körülbelül úgy, mint az emberi agy, csak az egész földre kiterjedve. Minden egyes számítógép, konzol, bankautomata, kártyaleolvasó, mobiltelefon, okos óra, Rádiófrekvenciás azonosító chip, biometrikus azonosító. Minden, ami elektromos és az internetre köthető, és rá van kötve akármilyen módon, minden része lesz ennek a nagy idegrendszernek, és a központi számítógép képes lesz ezt egy valós időben ellenőrizni és kontrollálni. És hogyha valaki hívő, akkor megérti azt, hogy ez lesz az ellenségnek a világ uralma. Ahogyan majd ezt ő ellenőrzése alatt tartja. Az embereket rá lehet erre majd csatlakoztatni egyfajta, megint csak egy talán jövőben bemutatott technológia segítségével, ami a személyazonosítással, illetve a gazdasággal és abban való részvétellel lesz kapcsolatban. Az ember pedig lecsökken majd egyfajta robot szintre, amit képes irányítani az ellenség ezen a rendszeren keresztül, és mi csak legalábbis az ő tervei szerint. Úgy fogunk majd mozogni, meg ugrálni, ahogyan ő azt elképzeli. Persze a gyakorlatban is ez így lesz, de reméljük, hogy mi kimaradunk ebből. Léteznek természetesen Profétái ennek az új világvallásnak a tudománynak, mint Elon Musk, vagy Harari Voznyák, akik kavarják felfelé az iszapot, hogy a zavarosban mindenki elveszítse tájékozódó képességét, de egy nyílt levélben kéri számos tudós, kutató és technológiai vezető az OpenAI-t és más mesterséges intelligenciával kísérletező cégeket, hogy legalább 6 hónapra függesszék fel tevékenységüket. Az aláíró közszerepel éló Steve Vaznyák, az Apple társalapítója és Yuval Noah Harari történészíró professzor. Azt gondolom világos, hogy az én álláspontom ezekről az emberekről ugyanaz, mint Petőfiről, vagy Nikola Tesláról, vagy Mátyás királyról, vagy a Griffmadáról. Ezek fiktív karakterek, akiket kitaláltak annak érdekében, hogy vezessék a tömegeket egy megadott irányba, és úgy gondolja a tömeg, hogy van, aki harcol értük, és léteznek ezek a Robin Hood-szerű, nemes, gazdag emberek, akik két nappal át éve azon fáradoznak, hogy a rabszolgáknak az élete jobb legyen, és nem azt mondom, hogy nem létezik Elon Musk, én azt mondom, hogy ez egy persona, amit mesterségesen a világ titkos szolgálatai és kormányai előállítanak, többek közt ő Steve Wozniak, de Steve Jobs is ilyen volt, Julian Assange, Edward Snowden, és végtelen, majd hogy nem a közszereplőknek a túlnyomó többsége az egy ilyen perszóna vagy karakter, amit eljátszanak, ezek meghatározzák a vezetői a világnak, hogy Oké, okay, akkor Elon Musk ilyen lesz, és akkor az emberek majd mennek utána, és ezt gondolják, meg azt gondolják. Ebben az értelemben tisztában vagyok azzal, hogy ez egy kicsit vad, de ettől függetlenül még én úgy gondolom, hogy ez így működik. Aggódnak ugyanis, hogy a rendszerek betanításának megkezdése előtt el kellene végezni bizonyos vizsgálatokat, és ha nem, akkor súlyos következményekre számíthatunk. Egy újabb, és ez az utolsó ír a ChatGPT-vel kapcsolatban index.hu figyelmeztetést adott ki az Európol a bűnöző mesterséges intelligencia miatt. Az Európai Rendőrségi Hivatal szerint csak nehezen lehet megkülönböztetni az embereket, a ChatGPT által készített szövegeket pedig akár bűnözésre is fel lehet használni. Finish, finish, finish him. Nagyon nehéz ugyanis megkülönböztetni, hogy melyik levelet vagy melyik szövegeket írta a ChatGPT és melyiket az emberek? Igyekeznek képezni az embereket arra, hogy meg tudják ezeket találni, a különbségeket azonosítani tudják, és így elkerüljék azt, hogy átverjék őket, vagy pedig nagyobb károkat okozzon a ChatGPT segítségével valamilyen bűnszervezet. De találtam egy új kifejezést, ami csatlakozni fog majd a járvány, 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 matematikusok az a jövőben, ez pedig a kibertitok jövőkutató, a Skeleti Artur, aki azt mondja, hogy nem kell aggódni amiatt, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésével veszélybe kerülhetnek majd a munkahelyek. Már beszéltem az Animatrix című sorozatról, amikor az, az egy Matrixnak egy lényegében előzetes, illetve alternatív verziója. Nevéből nyilván mindenki kitalálta, hogy ez egy animáció, rajzfilm, más szóval ez annak kapcsán jutott eszembe, hogy azt mondja ez a kiber titok jövőkutató keleti Artur, hogy az embereknek azt kell megszokni, hogy ezzel együtt kell élni. A gép és az ember együtt kell, hogy dolgozzon. Hogyha megnézzük ezt a rövid jelenetet az Animatrix második reneszánsz című részből, akkor ez az együttműködés, ez könnyen lehet, hogy már évtizedekkel ezelőtt megtörtént, de ebben a rövid videóban már figyelmeztetni akartak minket ennek a veszélyeire. In the beginning, there was man, and for a time, it was good. But humanity's so-called civil societies soon fell victim to vanity and corruption. Then, man made the machine in his own likeness. Oh, pardon me! <laughs> Coming through! Nice, Thus did man become the architect of his own demise. A saját az építésze vagy az előidézője az ember azáltal, hogy létrehozta ezt a technológiát, és szerintem ez az, amire ezek a cikkek utalnak. Létrehoztunk a mesterséges technológia segítségével valamit, ami jobb, mint amilyenek mi vagyunk. Ebben a teljesítmény orientált társadalomban és pénz mozgatta társadalomban, ez a ChatGPT vagy mesterséges intelligencia, a gépek, a technológia, az egyszerűen csak jobb, mint az ember. Szinte az összes feladatot jobban el tudja látni, ami azt jelenti, hogy az ember egy ponton feleslegessé fog válni. Még ezt a március 28-ai cikket megmutatom, 444.hu 300 millió ember veszítheti állását a mesterséges intelligencia miatt. Goldman Sachs kutatása szerint a mesterséges intelligencia előretörése az amerikai és európai munkahelyek negyedének automatizációjához vezethet. Bár gazdasági növekedéssel fog járni ez a chat GPT-hez hasonló technológiának a bevezetése, a másik oldalon viszont a fellendülés a munkaerőpiac jelentős átalakulásával fog járni, és a munkák harmadát érintheti a nyugati országokban. Átérünk a lakhatási problémára, ez egy nagyon érdekes cikk, legalábbis számomra ez volt talán a legfontosabb, így a közelmúltban. Érik a lakhatási katasztrófára erre rámelt az idős magyarok háza is, tízből négy idősödő magyar olyan háztartásban él, amelynek mérete meghaladja az ember alapvető igényeit. Meghaladja az ember alapvető igényeit, ami azt jelenti, hogy van egy kidolgozott standard, ami a világot uraló és irányító elit szerint az ember alapvető igényeit jelenti. Érti mindenki, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha létezik ez a standard, onnantól kezdve csak azt mondhatják, hogy mivel környezeti válság van, klímaösszeomlás, klímakrízis, éghajlati katasztrófa, túlnépesedés, világháború, mindenféle hiányok, infláció, meg kell húzni a nadrág van egy alapvető igénye az embernek, és ha ezt kielégíti az otthona, akkor az lesz mindenkinek a jusa. Ha tetszik, ha nem, és ezt meg kell hozni, ezt a döntést mindenkinek el kell fogadnia, hiszen nem fog hozzájutni különben mindahhoz, amivel a gazdaságban való részvétel, ugye, kecsegtet? Ha valaki kiszorul ebből, mehet amerre lát, de nem lesz most már vizesen, levegőjese, élelmesen, nem is adhat, nem is vehet el, extrém szélsőséges fanatikussá válik. Sok esetben azonban nincsenek olyan anyagi helyzetben az emberek, hogy igényeikhez mérten túl nagy ingatlant fenn is tartsák. Minden harmadik, 65 év feletti magyar, akinek havi járandósága a medián jövedelem 60%-át nem haladja meg, a szükségleteit meghaladó méretű ingatlanban él. Szóval magyarul nincs szüksége rá, ők eldöntötték egyszerűen csak, hogy mi az embernek a szükséglete, és kész, aki annál nagyobb ingatlanban él, az a szükségleteit meghaladja. Szabályozni fogják azt, hogy ki hol lakhat, és ki hol kell, hogy lakjon. Túl nagy ingatlanban laknak az idősek különösen a szükségleteikhez képest, és nem is tudják azt fenntartani. És én egyetértek azzal, hogy egy négy szobás, harmadik emeleti lakása nincs szüksége egy embernek, de ha úgy dönt, hogy neki az kell, miért ne lehetne is fent tudja tartani. Azonban a jövő az egyáltalán nem így fog alakulni. A 65 év felettiek körében ez 47%-os az Európai Unióban, ez azért van, mert egyre kisebbek a családok, és ahogy idősödik el a társadalom, meghalnak ugye a családtagok, az élettársak, a házastársak, és egyedül maradnak az emberek a nagy ingatlanban. Az Eurostat számítási módszere alapján azok is ebbe a kategóriába tartoznak, akik esetében fejenként több szoba jut a háztartásban élőkre, mint ami feltétlen szükséges lenne. Gondolom érti mindenki, hogy miért tartottam én olyan fontosnak ezt a hírt. A jövő az egyáltalán nem biztató a többség számára. Ez egy teljesen mesterséges környezet lesz, ahol a természet az el lesz zárva az embertől, akit már így is a bolygónak idézőjelben rákfenéjének tartanak. Belesznek zárva az emberek ezekbe az apró kockákba, ami éppen csak a szükségleteiket kielégíti, és mindenki megkapja az alapjövedelmét és csinálja azt, amit a mesterséges intelligencia által uralt világ majd parancsol neki. Hozzáteszem, hogy a mesterséges intelligenciát az ellenség illetve természetesen az egyéb spirituális lények, azok ki tudják majd használni, és valójában ők azok, akik a háttérből a szálakat mozgatják. Persze az ateista, nihilista, anarchista többséget ez nem fogja érdekelni. Ők csak menetelnek majd úgy, ahogyan parancsolja a rendszer, csak hogy megkapják a létszükségleteiknek megfelelő fejadagjukat mindenből. Európa különösen rossz helyzetben van, Európán belül Máltán élnek legtöbben olyan ingatlanban, amelynek mérete az alapvető szükségleteket meghaladja. 72% Cipruson 71% Írországban 70% nagyjából azoknak az aránya, akik nagyobb házban élnek vagy ingatlanban, mint amire szükségük lenne. 65 év felett pedig ez egészen hihetetlen, de 93% Írország, Ciprus 87% Málta 85%. Majd, hogy nem csak mindenkinek mennie kell. Persze a betegeket, meg az időseket le fogja rendezni majd az az időszak, ami következik most. Ezt a gondot egyébként igyekszik megoldani a rezsinek az emelkedése, az energiaáremelés, az infláció, ami szintén szorítja ki az embereket ezekből az ingatlanokból. Egy tökéletes vihar, amikor arról beszéltem, én erre gondoltam egyébként. Mindezek a problémák, ezek a faktorok ebben a nagy gazdasági válságban, meg úgy általában ez most már mondhatjuk azt, hogy az emberiségnek egy ilyen egzisztenciális válsága. Ezek a faktorok, ezek összeadódnak, és megnehezítik az életet. A végén nem lesz választása senkinek. Lehet, hogy valakit nem érint az üzemanyag hiány, mert nincs autója, vagy nem utazik, de az is fogyaszt valamilyen élelmiszert, amit szállítanak. Minden mindennel összefügg. Így nem lehet elbújni, nincs hova menekülni már. Ha egyet-kettőt valaki ki is tud kerülni egy-két golyót, attól még a következők betalálnak majd. És mivel annyi sok faktor van, ezért csak mindenki a végén, legalábbis a többség, különösen azok, akik nem hisznek semmiben, vagy nem a megfelelő dolgokban hisznek, azok biztos, hogy térdre kényszerülnek, de aki nem, az is igen súlyos kihívásokkal fogja szembe találni magát, és mindenkinek a hite az le lesz tesztelve, azt hiszem, hogy ez biztos. De ezt is írja valójában pénzcentrum.hu, a válságok pedig nem múltak el azzal, hogy áthajtottuk a naptárat 2023-ra. Az infláció emelkedése megtorpan, de ettől függetlenül ugyanúgy magas szinten áll. Magyarán folyamatosan romlik a pénz. Az elmúlt év még kegyes is volt, nem is volt igazán hideg, kevesebb fűtés is elegendő volt. Azt biztos írják, hogy a saját tulajdonú ingatlan az ország le legtöbb részén nagy érték, viszont ha túlságosan meghaladja a háztartás szükségleteit a mérete, akkor teherré válik és viszi el a pénzt. Rámutatnak arra egyébként, hogy az ingatlanok ára fölmegy, és ezért a csere lehetősége az megvan, ugye ezeknek az embereknek arra utalnak, hogy jobban járna mindenki, hogyha olyan ingatlan találna, ami megfelelő az ő életformájának meg ugye nyilván ameddig nyújtózkodhat, amivel nem is tudnék jobban egyetérteni. Érdemes megválni a túl nagy, túl sok pénzt ingatlantól és kisebb, alacsonyabb fenntartási kiadással járó lakásba költözni. De menjünk tovább, mert ígértem, hogy még néhány gender dolgot is megmutatok. Ez csak félig meddig gender, de LMBTQ keresztény főiskola kirúgta tanárát, mert a homoszexualitást bűnnek nevezte és gyorsan elhatárolódtak az álláspontjától. Ez Egyesült Királyságban volt természetesen, és a vita februárban kezdődött, ez az Aaron Edwards, a Cliff College oktatója, a Twitteren azt osztotta meg, hogy a homoszexualitás beatol az egyházba, a keresztények már nem látják ennek súlyosságát, vagy azzal vannak elfoglalva, hogy bocsánatot kérjenek a látszólag barbár homofóbiájukért, akár igaz, akár nem. Nem is tudnék jobban egyetérteni ezzel. A világ, ami régen a proféciákban évezredekkel ezelőtt felvázolódott, az már valósággá vált, és a jó az rossz, a rossz pedig jó, a gonosz, az most arra valami, ami ünnepelt, és ami mindez idáig helyes volt, az bűn. Létrejött egy individualista társadalom, ahol az egyén áll a középpontban, és a piramis csúcsán, ha van ilyen egyáltalán, ahol az embereket már nem érdeklik a társas kapcsolatok, a család lassan nem is létezik. Ami talán a legnagyobb probléma az az, hogy kikerült a Biblia a középpontból, vagy úgy általában Isten, a spiritualitás, és az ember az, ami ezen a piramison is a legmagasabb fokon áll. Mindenki maga dönti el azt, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem, és mikor az erkölcs relatív, akkor a világ átalakul és olyan lesz, mint amiben mi élünk, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága, és mindenki eldönteti azt, hogy amit csinál, az helyese vagy sem. Az emberiség azért tudott fennmaradni oly sok évezreden keresztül, mert megértette azt, hogy egy társadalmat, a család az, ami egybe tart. Minél több gyereke van egy párnak, annál nagyobb vagyonra tud szert tenni, hisz a gyermek az egy erőforrás volt, egy munkavégzésre alkalmas egyén, nem pedig úgy, mint most, egy gyakorlatilag haszontalan pénzjelő. És nem azt akarom mondani, hogy nem szeretheti valaki a gyerekét, vagy, vagy hogy ez, a mostani gyerek az nem ér annyit, én csak a, a gazdasági értékéről beszélek. A gyermeknek ma nincs semmilyen gazdasági értéke egy család számára, gyakorlatilag majd, hogy nem soha. Ezért nincs is gyereke, mert nem tud az ember anélkül élni, hogy megfontolná, a gazdasági hatását annak, amit csinál. Hogyha valakinek most van 4-5 gyereke, azt mindet ruházni kell, etetni kell, iskolába kell járatni 15-20 éven keresztül, és addig az semmi haszonnal nem jár. Mik a visszaugrunk 300 évet, a gyerek dolgozott, onnantól kezdve hogy képes volt járni, amit meg tudott csinálni. Így, akinek volt sok, az sok munkát el tudott végezni. Nem tudjuk felülírni a természetnek a törvényeit, akármennyire is szeretnénk. És ha tetszik, ha nem, ez az igazság, és ezt mindenkinek el kell ismernie. Azért nincs gyerek, mert nem engedheti meg magának a legtöbb pár. Miért nem? Mert nincs gazdasági haszna. Ettől függetlenül én nem azt mondom, hogy a gyerek csak egy gazdasági haszonnal kecsegtető lény, de ezt meg kell fontolni, hisz az embernek, a ember kénytelen megélni valamiből. De régen ezt tudták, tisztában voltak ezzel, ezért mindig azok a társadalmak, ahol, amelyek képesek voltak elszaporodni, azok átvették a hatalmat a többi felett. De a gazdasági fejlődéssel fordítottan arányos a népesség, a népességgel viszont fordítottan arányos a gazdasági fejlődés, mikor eljön egy társadalom a csúcsra, akkor elkezd utána egyre kevesebb utódot vállalni, hogy fent tudja tartani az életszínvonalát. És ahogy elkezd egyre kevesebb utódot vállalni, úgy az életszínvonal csökkenni fog, hisz nincsen egy generáció, aki fenntartsa azt az életszínvonalat, aki dolgozzon, kiöregszik, előregszik a társadalom. Ezek nagyon egyszerű gazdasági, meg a tetszik antropológiai kérdések, úgyhogy csodálkozom azon, hogy a többség ezt nem képes összerakni. Na de vissza ehhez a cikkhez, a keresztény egyház az nyakig benne van ebben, a többsége a kereszténységnek gyakorlatilag azonos mostanra azzal, ami pogánynak számított száz évvel ezelőtt. És olyan nagyszerűen megfogalmazta, hogy ha a bűn már nem bűn, akkor nincs szükségünk többé a megváltóra. Hogyha mindent lehet, és mindenki eldönteti magának, hogy szerinte az jó-e, amit csinál erkölcsöse vagy nem, akkor nincs semmi értelme annak, hogy olvasgatjuk a Bibliát meg, igyekszünk a jó hírt átadni egymásnak. Hisz mi szükség a megváltóra, ha mostantól már minden elfogadható a világban. Ez a hígulás egyébként mindenhol tapasztalható, ha valaki megnézi a magyar kereszténységet, az dettó ugyanolyan, mint a nyugati. Talán valamennyi évtizeddel még előnyben vagyunk, itt valamiféle erkölcs még fennmaradt, de hogyha lenne elég időnk, akkor mi is ugyanott lennénk néhány évtized múlva, mint ahol ők vannak most, ahol a part szakad lényegében. A főiskola gyorsan elhatárolódott ettől a tanártól, és azt mondta, hogy a Cliff College a brit metodista egyházal együtt elkötelezett amellett, hogy biztonságos és vendégszerető hely legyen. Finish -er. Ahol a különböző meggyőződésűeket szívesen látják és kihívást jelentenek arra, hogy Krisztus hűséges tanítványaiként éljenek együtt. Nem tudnak együtt élni hűségesen, mint Krisztus tanítványai, hogyha nem közlik az emberrel azt, hogy ő bűnös, és számtalan helyen szembe megy Elohim akaratával. Az, hogy én elfogadok valakit, az nem azt jelenti, hogy nem hívom fel a figyelmét arra, hogy mik az ő gyengeségei, és melyik azok a helyek, ahol javulásra szorul, és kényszerül, hogyha együtt akar érni a teremtővel örökké. Sőt, az a testvéri szeretet, hogy én közlöm ezt vele, és felhívom a figyelmét arra, hogy bizony rossz úton jár. És hogyha igyekezzünk az embereket védelmezni ezektől a véleményektől, meg az igazságtól, akkor oda jutunk, ahova Cliff College, hogy az igazság már azt eredményezi, hogy eltávolítanak onnan embereket, akik azt a cél tűzték, ki, legalábbis gondolom ez a metodista, egyház, hogy képviselik azt a világban a valóságot és az igazságot. De hova jutott a világ? A Cliff College március 8-án tartotta Edwards fegyelmi meghallgatását, közölte a Keresztény Jogi Központ, amely képviselés támogatja őt, ezt követően elbocsátották. A főiskola azt is közölte, közölte a főiskola, hogy fontolgatják, hogy feljelentik őt a Preventnek a kormány terrorizmus elleni megfigyelő szervezetének. Hogy mennyire abszurd a világ, egy keresztény bibliai főiskolán dolgozó keresztény teológust aki az emberi szexualitásról szóló bibliai keresztény tanításról osztott meg egy hozzászólást, kirúgtak és potenciális terroristának bélyegezték. Terrorista az, aki az igazságról beszél. Természet. De legyen elég ennyi mostanra, Bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Hamarosan jelentkezni fogok újra. Ami kimaradt, azt esetleg majd bepótolom egy kicsit később. Ezeket gondoltam fontosnak, annyira fontosnak, hogy megosszam. Készüljön mindenki, különösen lelkileg arra, ami következik. Én úgy gondolom, hogy ha nyitott szemmel járunk a világban és a Teremtőre támaszkodunk, akkor ő mindenben segíteni fog minket, és nem érhet probléma. De ha ér is, az igazság az mindig áldozatot követel. És hogyha azt mondjuk magunkról, hogy mi képviseljük az igazságot a világban, akkor vállalnunk kell ezt az áldozatot. Köszönöm még egyszer a figyelmet mindenkinek. Ez volt az új világrend hírek az infobubble.hu weboldalon. Hamarosan újra jelentkezem. Addig is mindenkinek a legjobbakat. Halleluja, és salom! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Ez az új világrend hírek az Infobubble.hu weboldalon.